Szekszárdon vagyunk, tehát a Bátaszéki úton, ahol hát úgy ránéztem, mint egy 50 autó vonult fel, és félpályás útlezárással tiltakoznak a rabszolgatörvény, illetve hát most már ugye a kormány ténykedése ellen. Teljesen nyugodt a hangulat, néhány rendőr biztosítja az egypályán haladó forgalmat. Pár zászlók közül eddig a MSZP-st láttunk, illetve hát több szakszervezet jelen van, többek között a Paksi Atomerőműnek a szakszervezete is itt van, valamint a vasutasok. És hát mint hallható, néhány autós a szemközti sávból is kifejezi a szimpátiáját, dugálással. És valakinek nem tették. Például nekik nem tették. Miért lenne hazáruló az, aki a kormány ellen tüntet, az ugye nem derül ki, de az úriember elég indulatosnak tűnt a számból érkező autóban. Hát ez legyen az ő dolga. No.
Egy gét áll a rejtőzik. A háttérben egy kormányzati propagandatábla látható, hogy lenne a minimálbér. Majd egy diszkrét beállt a felvonulásnak. Magyar egy TV2, ezek azt fogják mondani, hogy csak 14. Emberek is indulatosnak tűnik. Tüntetést egyébként délután 4 óráig hirdették meg. Igazsághoz hozzátartozik, hogy itt Szegszárd környékén én már túra voltam a mai napon, ez a Barcelona túra.
sok száz résztvevővel. Itt azért akkora tömeg most nincs, mint ahogy az elmúlt napokban vagy hetekben megszokhattuk akár a vidéki városokban. A nap során a Magyar Hang több helyszínről is élő közvetítésekkel fog jelentkezni Budapest mellett. Többéki városban is jelen vannak munkatársaink, úgyhogy kövessék figyelemmel a munkánkat. Szexádban most ennyit, de ha lesz fejlemény, akkor természetesen újra jelentkezünk.